Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. A 25 ezrediket köszöntötték. Ajándékokkal lepték meg a kastélyban a gyulai kormányos Józsefnét. Új öltözőt avattak. 35 millió forintból korszerűsítették a gyulavári sportpályát. Karos hidrozúzó az egyesületnek. A dűlőutak rendbetételében nyújthat segítséget egy új berendezés. Aldi Meolát is várják. Hamarosan kezdődik a gyulai Várszínház 53. évada. Felmérik a játékosokat. Elkezdte a felkészülést Őze Tibor, a Termál FC új edzője. Teljesen kiégett a gépkocsi. Sarkat felé tartott egy Peugeot, amikor ismeretlen okból kigyulladt. A gyulai kormányos Józsefné lett szerda kora délután az almási kastély 25 ezredik látogatója. Ő kísérőivel ingyen nézhette meg a látogatóközpontot, és ajándékokat is átvehetett. Mint kiderült, a néni korábban lakott is a cselédszárnyban, és nagyon várta már, hogy lássa a felújított épületet. Ez a nap híre. Nagyon örülök, hogy most jött a kastélyt meglátogatni, mert ön a 25 ezredik látogatója a kastélynak. Köszönöm szépen, múlt héten akartok jönni, csak nem sikerült. Hát lehet, hogy akkor tetszett bánni, de most már így utólag én azt mondom, hogy szerencse volt. Már tavaly szerette volna meglátogatni a kastélyt az a kormányos Józsefné, akit szerdán a látogató központ 25 ezredik vendégeként köszönthettek. És engedje meg, hogy egy kis ajándékot is átnyújtsak önnek. A hölgyet nem akármilyen emlékek fűzik az épülethez, hiszen az 50-es évek végén a cselédszárnyban lakott. Én visszaemlékszek azokra a legendákra, amit úgy meséltek a grófékról, de mindig csak jókat meséltek, akik régen náluk laktak, meg ilyen cselédek voltak. És mondom, hogy fel nem voltam egyszer, mert én tiszteletbe tartottam azt, hogy az övéké, és volt, és én nem akartam ott randalírozni, vagy azt nézni, hogy mit lehetne elhozni, eszembe se jutott ilyen. Az épületet bő 3 hónap alatt tekintették meg 25 ezren, vagyis nem túlzás azt állítani, óriási az érdeklődés a látogatóközpont iránt. A vendégek között még mindig sok a gyulai. Gyulaiak ráadásul különös nosztalgiával is kötődnek ehhez az épülethez, számosokból. Nagyon nagy szerencsénk van, hogy a 25 ezredik látogató is egy gyulai polgár, aki annak idején dolgozott is ebben az épületben, így az ő élete is ezer szállal kötődik ehhez a házhoz, ezért számára egy különleges élmény nyújthat megnézni most évtizedek múlva a felújított formában, hogy néz ki ez a kastély. A kastély népszerűsége nagyrészt abban kereshető, hogy ez nem egy hagyományos múzeum, ahol az ember leginkább csak megnézi a bemutatott tárgyakat. A látogatók az interaktív elemeket kedvelik, és hát van egy olyan új elem, amivel gazdagodott a kastély az elmúlt hetekben. Van egy olyan varázstükör, amely előtt fel lehet virtuálisan öltözni, férfiaknak, hölgyeknek egyaránt, és most ez a legkedveltebb. Mindenki szeretné magán látni azt a korabeli ruhát, amit esetleg itt a bábukon láthat. Kormányos Józsefné kerekes székkel, a támogató szolgálat munkatársaival érkezett a teljesen akadálymentes épületbe. Kastélyban egy különleges, könnyen kezelhető és kis helyen is fordulékony kerekes szék szolgálja a mozgásukban korlátozott embereket. 35 millió forintból kapott új öltözőt a gyulavári sportpálya. A szerda délelőtti átadón elhangzott, a sokféle célra használható létesítmény javítja a településrész infrastruktúráját. Ezt az első üzemeltetésért felelős igazgató úrnak adom át. Az üzemeltető Gyula Sport ügyvezetője Kertes István kapta az első darabot a nemzeti színű szalagból, melyet a gyulavári sportpálya melletti öltöző szerda délelőtti átadásán vágtak át. Az épület ugyan elsősorban sportcélokat szolgál majd, de több más funkciót is betölthet a különböző programokhoz kapcsolódva. A város rendelkezésre álló pénzügyi erőforrásainak java részét az utánpótlás nevelésre, valamint a tömegsportra kell fordítani. A megnyitón Görgényi Ernő polgármester arról beszélt, hogy a városi sportinfrastruktúra fejlesztések elsősorban nem az élsport, hanem az utánpótlás és a tömegsport céljait kell, hogy szolgálják. Egy gyula méretű város ezzel a gazdasági erővel, amivel rendelkezünk, akkor jár el helyesen, hogyha erőforrásait nem egyetlen egy sportágra összpontosítja annak érdekében, hogy ott egy első ligás csapatot támogasson, hanem akkor járunk el helyesen, hogyha igyekszünk minden sportágban megadni a lehetőségeit annak, hogy a gyulán felnövekvő ifjú generációk megismerjék és megszeressék
a sport örömét. A gyulavári fejlesztés szép feladatot ad a helyben élőknek és az ezzel foglalkozó szakembereknek. A korszerűsítéssel ugyanis adottá vált egy modern létesítmény, melyet újra élettel kell megtölteni. De mintegy 60-70 éves épület került lebontásra, ami már tulajdonképpen az öltöző funkcióját elveszítette, olyan állapotba került. Ezért volt szüksége egy új öltözőnek az építésére, amit elsősorban ugye a TAOS pályázaton keresztül került megvalósításra. A régi öltöző elbontása után az új létesítmény a terasz nélkül 106 négyzetmétert foglal el, 13 helységből áll, és a pályával együtt akár MB3-as labdarúgó mérkőzés lebonyolítására is alkalmas. A TAOS forrásokból finanszírozott beruházás összesen 34,5 millió forintba került. Hamarosan pont kerülhet arra a megállapodásra a város és a külterületi út és infrastruktúra fejlesztő egyesület között, melyel egy karos hidrozúzóhoz jutna a szervezet. Ez a közel 5 millió forintos gép nagyban segíteni a dőlő utak rendbetételét, karbantartását. Egy 60 ezer euró vissza nem térítendő forrásra szeretett volna pályázni a Gyulai Külterületi Út és Infrastruktúra Fejlesztő Egyesület, ám a kiírás szerint erre csak a 10 ezer lakos alatti településeknek van lehetősége. Ebből a közel 20 millió forintból több gépet tudtak volna beszerezni, ami nagy segítséget jelentene a dűlő utak és környezetük rendbetételéhez. Ezért is örült nagyon a szervezet vezetése annak a megállapodásnak, amely hamarosan érvénybe lép a város, a közüzemi Kft. És az egyesület között egy új gép használatáról. Ökrös István és Seres Ferenc a három témában elmondták, ez a karos hidrozúzó nagy segítséget jelentene a karbantartási munkákban. A magának a gépnek a kipróbálása megtörtént, arról a tévében is informálódhattak az emberek. Jónak tartjuk, tehát a feladat elvégzésére alkalmas, és igazából azt látni kell, hogy majdnem úgy mondom, hogy nagyobb feladat a kitakarított utak karbantartása, mint maga a kitakarítása, mert egy akác helyett, meg egy kökény helyett 10 nő, és azokat mind el kell távolítani gyakorlatilag, tehát ez mind karban kell tartani, és gyakorlatilag most erre fókuszáltunk, hogy ezt sikerüljön ezt a gépet megszerezni, és akkor azokat a dűlőutakat, amit egyszer már nagy áldozatok árán gyakorlatilag a közmunkaprogramba rendbe lettek téve, az utókezelést végre tudjuk hajtani. Az egyesület a napokban tartotta soros közgyűlését, ahol a tagságot érintő kérdések is terítéken voltak az aktuális teendők mellett. Az egyesület ülésen hát a beszámoló többek között arról szólt, amiről beszélgettünk, hogy mit végeztünk el az elmúlt években, mik a terveink ezzel a új géppel, és mit szeretnénk a elkövetkező időszakban még megcsinálni, hogy ne égjen a kezünkre a munka, és az ősz folyamán azok a dűlőutakat, amit már elkezdtünk, azok rendben legyenek, és hogyha egyszer újra tudunk réderezni, akkor komolyan a csatornától csatornáig tudjuk megoldani ezt a problémát, azzal gazdalanítanánk is a területet, és akkor megteremtenénk a feltételt, hogy a gazdálkodók megfelelően tudjanak dolgozni. A műsorban többek között szó volt még arról is, hogy az egyesület hogyan tud majd segíteni azoknak a külterületen élő gazdálkodóknak, akik az új rendelet szerint az ingatlanjuk előtti közterület rendbetételét eszközök hiány nem tudják elvégezni. Aldi Meola, Big Daddy Wilson és számos ismert előadó érkezik idén a Gyulai Várszínház 6 héten át tartó 53. évadára. Az Összművészeti Fesztivál július 4-én a hagyományokhoz híven a vár előtt kezdődik majd zászlófelvonással, ágyúlövéssel. Pénteken délután kezdődik a Gyulai Várszínház 53. évada. Július 1-től 6 héten keresztül tart idén is a Gyulai Várszínház Összművészeti Fesztiválja. Hangsúlyozta Gedeon József, a Gyulai Várszínház igazgatója a kedd délelőtti sajtótájékoztatón. Az 53. évad a Várudvarán, a Tószínpadon és a város különböző területein felállított színpadokon várja az érdeklődőket. Nyáron színházba Gyulára várom. Ez idén is a szlogenje a Várszínháznak, ahol 60 program, 3 új színházi bemutató és 5 fesztivál szólít meg minden korosztályt. Az idei évad a 3 napos népművészeti fesztivállal és vásárral kezdődik, de a hivatalos ünnepi megnyitó július 4-én a vár előtt zajlik majd zászlófelvonással, ágyúlövéssel. Július 7-e és 17-e között rendezik meg a 12. Shakespeare Fesztivált, a 400 éve elhunyt angol drámaíró emlékére. Tehetnénk fel a kérdést, miért kell nekünk Shakespeare? Hát azért kell, mert ő a világ legnépszerűbb drámaírója. Minden színház, aki létezik a világon, a Shakespeare-t játszik, tehát nincs olyan színház, aki a Hamletet vagy a Rómeót és Júliát
ne tűzni műsorára. Legyen az modern színház, legyen az klasszikus színház. Tehát Shakespeare-t mindenki játszik. Ebből jött az ötlete is, hogy csináljunk egy Shakespeare-fesztivált, hogy be tudjuk mutatni, hogy mik a legjobb magyar előadások és a legjobb külföldi előadások. Így az idén is a legjobb magyar és külföldi előadásokból válogatunk. A Shakespeare Fesztiválon az új bemutató között szerepel a harmadik Richard, melyet a Várudvarán tekinthet meg a közönség. A Jazz Fesztivál most már a 25. lesz. A 25. Gyulai Jazz Fesztiválon a világ egyik legismertebb gitárvirtuóza, Aldi Meolla mutatja be új albumát, az Elysiumot, emellett fellép még a Balázs Elemér Group, a Grand Show kollektíva, valamint a Gyulai Big Band is. Az 53. évad során lesz Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivál, melyen fellép a Csíkzenekar, Lipták Dániel és a Mentés másként, az Etnorom, valamint a Csángáló. A 11. Vár Plus Fesztiválra is sor kerül a 6 hét alatt. Itt fellép többek között a blueszenész Big Daddy Wilson, valamint az osztrák gitáros Ripoff Raskolnikov. Az 53. évad a Made in Hungária című musicallel zárul a debreceni Csokonai Nemzeti Színház előadásában. Megérkezett Gyulára, és elkezdte a felkészülést a csapattal Őze Tibor, a Várfürdő Gyulai Termál FC újonnan kinevezett edzője. A tréner az eredetileg július 4-én induló edzéssorozat előtt már felméri a játékosokat. Gyulán olyan klubmodellben lehet dolgozni, mely a magyar labdarúgás előrelépésének kulcsa. Fogalmazott Őze Tibor, a Várfürdő Gyulai Termál FC néhány napja kinevezett vezetőedzője. A tréner hosszú éveken keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetségben grassroots menedzser volt, vagyis az amatőr, más néven szabadidős labdarúgás különféle válfajaival foglalkozott, melybe belefér a gyerekek, a felnőttek, a veteránok, a futszál, a fogyatékkal élők és a nők játéka is. Emellett a Magyar Labdarúgó Akadémiák koordinátoraként tevékenykedett. Őze Tibor a 90-es évek végén a Nyíregyháza, a 2000-es évek elején pedig a Kispest Honvéd csapatát vezette. Az újonnan kinevezett edző elsődleges célja, hogy elkerüljék azt a negatív irányba mozduló teljesítményt, mely tavasszal jelentkezett. Én szeretnék egy olyan jó csapatot, amely szórakoztatja a szurkolókat, akik kijönnek, és akikkel meg tudunk olyan szakmai célokat valósítani, amin az én elképzelésem a futballról. Helyezésről most azt hiszem, hogy butaság lenne beszélni, mert még a játékos már sem alakult ki. Többek között, hogy mit nem mondjak, még a csoportbeosztás sincs meg, tehát amikor kellő információ birtokával leszünk, akkor a vezetéssel pontosítjuk is ezeket a feladatokat. Őze Tibor a várható átigazolásokkal kapcsolatban még nem tudott tájékoztatást adni. Egyelőre ismerkedik az együttessel, a vezetőség pedig még több játékossal tárgyal. Eredetileg 4-én kezdődött volna a felkészülés, én kértem, hogy 3 napig jöjjünk, hogy legalább azért a játékosok zömét, aki meg tudja a szabadságát szakítani, azokat megismerjem, és most beszélünk velük többek között a szándékokról is, úgyhogy nem titkolózás miatt, hanem objektíven nem tudok még mit mondani játékos mozgásról. Az új tréner elmondta, a tavaszi szereplés után kiderült, hogy mely posztokon lenne szükség az erősítésre. Bízik benne, hogy a játékosok más, új impulzusok után ismét magukra találnak. Kora reggel Sarkad irányába tartott a Peugeot, amikor eddig ismeretlen okból kigyulladt és teljes terjedelmében égett. A tűzhöz elsőként a Sarkadi önkéntes tűzoltó egység érkezett ki. Ők egy porraloltó készülékkel, valamint egy gyors sugárral kezdték meg a beavatkozást. A lángokat a helyszínre érkező gyulai hivatásos tűzoltók egy habsugár segítségével fékezték meg. Az oltás idején a forgalom rendőri irányítás mellett félpályán haladt. Személyi sérülés nem történt. Megkezdődött a gyűjtés a koraszülöttek ellátását szolgáló mentőautóra. Jelentették be a kedd délelőtti sajtótájékoztatón. Rövid hírek követ. Két éve vettek a kórházzal közösen egy olyan készüléket, mellyel 3 hete egy gyermeknek megmentették az életét, mondta Felföldi Sándor, a sérült fiatalokat segítő civil szervezet vezetője. A kedreggeli, a vár előtt megtartott sajtótájékoztatón kiderült, most még nagyobb fába vágták a fejszéjüket, de bizakodásra ad okot, hogy széles körű összefogás körvonalazódik. Erre a várhatóan 40-50 millió forintos koraszülött mentőautó miatt szükség is lesz. Egy ilyen autó nélkülözhetetlen a koraszülöttek szállításához, derült ki a megyei központi kórház főigazgatójának, Becsei Lászlónak a szavaiból. A megyék többségében már van ilyen jármű, Békésben viszont nincs, így szükség esetén Szegedtől vagy Debrecentől kérnek segítséget. Nem csak a koraszülöttek életét kell megmenteni, hanem jobb életet is kell biztosítani számukra.
ehhez pedig egy különleges autóra van szükség, hangsúlyozta az évorvosa díjat kiérdemlő gyulai gyermekgyógyász Abdulrahman Abdulrab Mohamed. A Gyulán folyó magas színvonalú orvos szakmai munka jelentőségét hangsúlyozta Görgényi Ernő polgármester, kiemelve, ezt a tevékenységet a megfelelő eszközzel is támogatni kell. Az ügynek további lendületet adhat Gajda Róbert kormány megbízott kiállása. A koraszülötteket ellátó gépjármű az óvatosabb becslések szerint is felszereltségtől függően 40 millió forintba kerülhet. A kezdeményezők ezzel együtt bizakodóak, úgy számolnak ugyanis, hogy széles körű összefogással megvalósíthatják a nemes célt. Július 1-től Csepregi Matus Éva büntetőbíró fogja ellátni az elnök helyettesi feladatokat. Ezt Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke jelentette be azon a sajtótájékoztatón, melyet a bírói tanács kihelyezett ülését követően tartottak a gyulai törvényszéken. A 6 évre szóló megbízatást egy sikeres pályázat nyomán nyerte el a büntetőbírónő. Szintén itt hangzott el, hogy hosszú idő után októberben és januárban 5+5%-kal emelkedik a bírák alapilletménye, és szeretnék megőrizni azokat az eredményeket, amit a szolgáltató bíróság program keretében értek el a törvényszékek, tovább javítva az ügyfelek elégedettségén. Bagdi Árpád Gyula a törvényszék elnöke a kihelyezett ülésen tájékoztatást adott az elmúlt időszak működéséről, eredményeiről. Ennek kapcsán kiemelte a 6 hónapon belül befejezett büntetőügyek számát, ami közel 70%, de az összes ügytípus 92%-a is lezárul egy éven belül. Ezeket az adatokat az ügyfél elégedettségi mérések is megerősítik. Gerber Tamás, az Országos Bírói Tanács elnöke a kihelyezett ülés fontosságát hangsúlyozva elmondta, a tanácsnak nem csak a központi igazgatás munkájára kell rálátni, hanem az egyes törvényszékeken ítélőtáblákon folyó tevékenységekre is. A sajtótájékoztatón szó esett még a törvényszékek fejlesztéséről és a biztonságos munkavégzés feltételeinek további javításáról is. A folyókon levonuló ismétlődő árhullámok következtében a körösök vize zavaros, oxigénben hiányos. Az elszíneződött vizek ellenére szennyezésről nincs tudomásunk, írta közleményében a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. Az elmúlt napok kánikulája után a vizek hőmérséklete is nagymértékben megemelkedett, és az állott oxigénhiányos csatornákban helyenként halpipálás, halpusztulás tapasztalható. A csatornák elsődlegesen belvizet szállítanak, ezért a szokásos vízfrissítésre korlátozott mértékben van lehetőség. Az igazgatóság a lehetőségekhez mérten próbálja a vízfolyásokat frissítő vízzel ellátni, azonban ez több helyen jelenleg nem lehetséges. A fehérkörösön tapasztalható apadás ellenére a folyóvize még nem tisztult le, de már megkezdték a gyulai tápzsilipeken keresztül az élővíz csatorna vízpótlását, amely azonban látványos javulást nem eredményez, egyrészt a vízi növényzet túlburjánzása, másrészt a víz oxigén hiánya következtében. Az elkövetkező napokban a csatornák esetében gyors vízminőségjavulás nem várható. Ezek a felvételek még tavaly készültek, de jó zenében, táncban és hagyományos népi mesterségekben, játékokban idén sem lesz hiány. Szombat délutántól egészen késő estig közel 500 néptáncos lép fel az egészen kicsiktől a felnőttekig. A 17. Körösvölgyi Sokadalom idén a gyerekeket helyezi a középpontba. Ők mind három nap régi módi játszótéren ügyességi és népi játékokkal mulathatják az idejüket, és barangolhatnak Meseország labirintusában. A Sokadalom megmutatja a magyar kultúra csak tiszta forrásból táplálkozó, igazi népművészeti értékeit, hangsúlyozta a rendezvénynek otthont adó Gyula polgármestere. Görgényi Ernő azt mondta, míg az ilyen programok a legtöbb helyen elhaltak, addig nálunk nem csak helye van a rendezvénynek, hanem az kifejezetten sikeres is. A Körösvölgyi Sokadalom péntek délután 3 órakor kezdődik a Várkertben. A végig ingyenes programok vasárnap este érnek véget. A napozás ártalmaira történő figyelmeztetés ellenére sem kell, sőt nem is szabad a napfürdőzés örömétől teljesen lemondanunk, megfelelő fényvédelem mellett. Ma arról érdeklődtünk, hogyan védekeznek az emberek a nap káros sugarai ellen. A napozásnak a jótékony hatása mellett veszélyei is vannak, ha nem vigyázunk előképpen. Ön hogyan védekezik? Hát úgy, hogy dolgozunk reggeltől estig, és a négy fal közt vagyunk. De hát ha nyaralás lesz, vagy? Hát akkor nyilván a délidőben nem vagyunk kint, vagy használunk naptejet. Napkrémet. Én is dolgozom, úgyhogy
így tudunk csak védekezni, meg ha nem megyünk ki a napra, akkor. De 11 és 3 közt utána, előtte azért lehet? Hát előtte lehet, meg utána is. De hát most már azért 4 óra felé is eléggé elős a napsugár. Naptejjel elsősorban, pont most kentük be a gyerekeket is, meg magunkat is, mert vagy hallottuk a rádióban ma, hogy extra magas UVB sugárzás van. Úgyhogy egyébként nem mindig, de most 50 pluszosat használtunk. A fotósok számára kialakított lesúnyóval várják az érdeklődőket a Körösvölgyi Állatparkban, Szarvason. Lapszemle következik. Táplálunk és védünk. Az óvodák konyhai dolgozóinak tartottak bemutatót a gyermekélelmezési intézménynél, írta a Behír. Az intézményben naponta több mint 9000 adag étel készül az óvodás és iskolás gyerekeknek. Éppen ezért a szervezők fontosnak tartják, hogy a dajkák is megismerjék, hogyan készülnek az általuk tálalt ételek. Fotós lese az Annaligetben. A fotósok számára kialakított leskunyhóval várják az érdeklődőket a Körösvölgyi Állatparkban, Szarvason, írta a Körösmaros Nemzeti Park weboldala. A félig föld alá süllyesztett leskunyhóból speciális üvegen keresztül észrevétlenül tudják megfigyelni vagy lencse végre kapni a közeli ithatónál szomjukat oltó énekes madarakat, karvajokat, mókusokat, őzeket. Szoboravatás és névfelvétel. A 100 éve született iskola alapító Gulyás György életműve előtt tisztelegve nevét megőrzendő Gulyás György zenepavilonnak nevezték át a Tarhosi zenepavilont a tulajdonosok, írta a Békési Újság. A június 25-i ünnepségen felavatták továbbá Gulyás György mellszobrát, melyet Boros Péter készített el, és a pavilon előtt nyert elhelyezést. Elismerés Németh Lászlónak. A lelkészek érdemkeresztjével tüntették ki Németh László hódmezővásárhelyi plébánost, írta a Magyar Kurír. Egyházi szolgálatainak elismeréséért a lelkészek érdemkeresztje kitüntetés ezüst fokozatát vehette át június 27-én este Németh László esperes. A történelmi vitézirend medálját Szent László király napján adták át a hódmezővásárhelyi Szent Háromság templomban. Csütörtökön már 30 fok felett lesz a csúcshőmérséklet, és pénteken sem várható enyhülés. A hétvégén folytatódik a forróság. Csütörtökön hajnalban lehet párásság, de gyorsan eloszlik napközben. Jellemzően derült, száraz idő lesz, elvétve előforduló, jelentéktelen felhősödésekkel, és már 30 fok fölé emelkedő hőmérséklettel. Gyenge, délies vagy változó irányú szél fúj. A déli órákban erős lesz az UV-sugárzás. Éjszaka is csillagfényes marad az égbolt. A hőmérséklet az éjszakai 16 foktól, kora délutánra 31 fokig emelkedik. Pénteken általában füllett, meleg időig érkezik, napsütéssel, csapadék nélkül. A hőmérséklet pénteken 17 és 33 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. A 25 ezrediket köszöntötték. Ajándékokkal lepték meg a kastélyban a gyulai kormányos Józsefnét. Új öltözőt avattak. 35 millió forintból korszerűsítették a gyulavári sportpályát. Karos hidrozúzó az egyesületnek. A dűlőutak rendbetételében nyújthat segítséget egy új berendezés. Aldi Meolát is várják. Hamarosan kezdődik a gyulai Várszínház 53. évada. Felmérik a játékosokat. Elkezdte a felkészülést Őze Tibor, a Termál FC új edzője. Teljesen kiégett a gépkocsi. Sarkat felé tartott egy Peugeot, amikor ismeretlen okból kigyulladt. A Gyula TV híradóját látták, most a három téma következik. További jó televíziózást kívánunk, köszönjük figyelmüket!